Minél több ilyen közösségre lenne szükség, és azoknak, akik ezeket a körülményeket teremtették nekünk, ami szinte élhetetlenné teszi a mai világunkat, nekik szól ez az üzenet című kis vers, amit most elmondok. Nem leszek Latrok lakomáján koncerthorduló kóborem. Farkas vagyok, fogam villog, ne gyertek hozzám közelebb. És szólj csak szám, ha fáj is a fejem. Mondd el, hogy nekünk mi fáj, de sebes nyakunkon nem lesz nyakör, mert nekünk nem ugra muszáj. S törjön ránk bár ezer forti, s a gondunk égig ér, kitartunk akkor is, ne aggódj, jön még a kutyákra dél. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves fiúk, férfi társaim és feltörekvő nemzedék. Engedjétek meg, hogy bemutathassam nektek Palásti Géza bácsit, aki a késeknek nagymestere, de emellett billentyűs hangszeren játszik, verseket ír, és orvosi műszereket is javít. Ami miatt most itt vagyunk, hogy bevezessen minket a kések, a pengék és az élek világába. Kérlek, Géza bácsi, okíts minket a lehető legtöbb mindenre. Hát kedves férfi társaim, gondolom, mint a férfiak többsége, ti is kés barátok vagytok, aztán a régi mondás szerint, hogy néz ki egy férfi kés nélkül, tehát mindenkinek van valamiféle kése. Jelezném, hogy az egyik legrégebbi eszközünkről van szó, mert a barlang előtt ücsörgő ősapánk, amikor a követ pattintottak, azon kést akar csinálni. Azt nem tudta, hogy mi a neve, de vágni már akart vele. És ebben van egy jó adag szakmai sovinizmus, amikor azt mondom, hogy ez a legrégebbi szakma. Tehát a pattintott kő az már kés volt. A bronzkor embere az csinált magának, hogy egy lapos bronz darabot, ellapította a végét és függőlegesen használta, amit kövön kicsiszolt. A középkor elején a kés nyerte ezt a formáját. És áttért természetesen a vasolózatszkér. A keletkezés, hát ez Kínában és Japánban kezdődött az acélnak, sőt az indiaiak csináltak egyfajta acélt, amivel patkószegek voltak, stb. És kovácsolt volt minden darab kés. Na most ezek a kések funkcióitól függően más-más formájúak. Nyilván egy háztartási kés, az, egy szeletelő kés az ez a forma. A francia szakácskés, ami itt ilyen széles, annak megvan a maga gyakorlati haszna, az nem véletlenül olyan, mert ha egy asztal közepén vágok ezzel, itt hamarabb éri el a kezem az asztalt, mint a kés. Tehát ha szélesebb a kés, akkor a penge már lent van, de van az ujjamnak helye. Tehát innen szélesedik, és ívbe jön végig a vége. Ha valaki megfigyelt már egy szakácsot, mesterszakácsot, hogy hogyan vágja a hagymát, ezen az íven billenti, és nem veszi fel a hegyét. Tehát a kést az nem marokra fogja, hanem két ujjal megfogja a nyakát, megfogja, visszahajlítja az ujjahegyét, így nem lehet hagymát vágni, mert ebből előbb-utóbb ujjvágás lesz. Az a történet, hogy az ujjhegy visszahúzva, és a kés ezen csúszik. Tehát nincs ki az ember ujja. Kopoghat, lehet, ebből vágás nem lesz, nem vágja el a kezét. Na most a kések nagyon sok használati módja van, mert nem hiszem, hogy hirtelennyibe tudnék olyan szakmát mondani, amelyik nem használja. Használja a cipész, használja a hentes, használja a nagysebész, használja, ezzel osztottak igazságot a betyárjaink, ezzel szelték a házőrszonyok a kenyere, ezzel vágta a marhát a hentes. Szóval a kés az egy nélkülözhetetlen eszköz, és mint ilyen kultúrateremtő eszköz. Tehát az állatok levágásától a mindennapi használatig, aki a késnek nagyon jelentős szerepe volt. Valamennyien tudhatjátok, elnézést a tegeződésért, valamennyien tudhatjátok, hogy az igen nagy bosszúság, hogy amikor kihúzod otthon a fiókhoz, és csak életlen kés akad a kezedbe, és tennél fel egy pörköltet, és a 20. húzod végig rajta a kés, hogy az mekkora bosszúság. Na most itt jön ez a szakma, amelyik elkészíti ezeket az eszközöket, és úgy érezi meg, hogy ez maradéktalanul használható legyen. Ugyanis az a tapasztalat, hogy éles késsel, ha megtanul az ember bánni, ritkábban vágja el a kezét, mint egy életlennel. Mégpedig a következő ok miatt. Az életlen késsel nyiszatolsz, bizonytalan mozdulatokat teszel. Tehát egy éles késsel egy határozott vágás mindig célra vezető, mint egy életlen késsel hadonászni. Tehát azt hiszem, hogy akár ebbe egyet is értetünk.
Na most függően attól, hogy mire használják a kés, valami, hogy a várd és a kés közötti átmenet, amit csapókésnek hívnak, az egy nehéz. Azt többnyire baromfihoz, nagyobb baromfikhoz használták, az volt az úgynevezett trancsírkés, a csapókés. Aztán voltak szeletelőkések, és a henteseknek van ez az előre szélesedő, aminek ilyen taréja van, az tőkekés a rendes neve, bár nagyon sokan szalonmázónak hívják. Határozott íves mozdulat tehén nagyobb szalonnának a tetejét is egyenesen lehet vágni, valamint segít abba, hogy egy nagyobb szelet tarját, szombot, lapockát, egyebet átérjen. Na most van egy másik fajta kés, ez pedig egy modernebb változata, ami forma tervezett. Na most, mint olyan, ez is ergonómia, a jó kés követi az ergonómiát is. Tehát egy kés, ha megfogjuk, ezt már nyilván számítógéppel tervezték, és megvan az az előnye, hogy a hüvelykújnak ad egy helyet. Ha marékra fogok egy kés, vagy marokra fogok egy kés, és így akarok vele vágni, közel nem tudok akkora erőt kifejteni, mint így. Ha a hüvelykújjamat ide tudom tenni, a legerősebb ujjamat, és ezzel meg tudom támasztani, 40%-kal nagyobb erőt tudok adni a késnek a vágáshoz. Tehát ezért van így megkomponálva. A másik meg az, hogy mind a két fogás nem betelt fölfele van, az éle úgy is lehet használni, mert marékra fogható. Ha egy vadot bont, vagy egy hanyatfekvő sertést bont el, a hüvelykújját ide teszi, és megóvja a kezét. Tehát a hasfalát átvágni egy fekvő sertésnek, ez egy praktikus forma. Na most ez nyilván követi az ergonómiát is, és ez azért hajlik hátra, hogy a csontozó kés, ha egyenes, akkor így kell kinyújtani a csuklóját az illetőnek. Ez a penge azért néz egy kicsit hátra, hogy ne kelljen ezt a kényelmetlen pozitúrát tartani az ember kezének, mert aki a iparban használ ilyen késeket, mondjuk egy vágóhídon, annak nem mindegy, hogy hogyan áll az a kés. Tehát ezt egy Németországban élő néger talált, aki bérmunkásként dolgozott ott, praktikus gondolat volt. Na most ez nagy valószínűséggel egy ejkerkés, ez egy német gyártmány és rozsdamentes. Jelzem, a régebbi kések ebből a fajta acélból készültek, ami nem volt rozsdamentes. Ezek az úgynevezett szénacélok. Na most a szénacéloknál sokkal éltartóbbak a kések, viszont megvan neki ez a hátrány, hogy mondják, hogy nem korszerű, mert szürkévé válik, meg rozsdásodik. Vadász uraknak szoktam mondani, hogy ez a kés nem rozsdamentes. Mondom, rozsdamentes puskád van? Azt mondja, nincs. Hát, mondom, mit csinálsz vele, hogy ne legyen rozsdás? Hát ápolgatom. Mondom, és a kés? Azt nem kell ápolni. Az csak úgy van. Tehát a kést is kezelni kell, kell ápolni. Na most még egy jelentős előnye van. Nincsenek benne olyan ötvöző anyagok, mint a rozsdamentes késbe. A rozsdamentes kés, rozsdamentessé a króm és a nikkel tartalom adja. Na most a króm, egy nikkel tartalom, az 11-13%-ban tartalmaz krómot, 1-2% nikkelt, kevés kobaltot vagy vanádiumot a jobb minőségű anyagok. Jelzem, a jó minőségű rozsdamentes acél az körülbelül az ezüste legyen értékű áron megy. Tehát a nyersanyag egy vadászkéshöz. Én a szénacél pártján vagyok, ugyanis ennek a króm tartalma vagy a nikkel tartalma nem hajlandó a hőkezelésre tartani, hallgatni, tehát az nem keményedik meg benne, csak az acéltartalom. Ez viszont vegytiszta acél, ami sokkal jobban tartja az élét. És ha a szakember köszörüli meg és valóban élesesé teszi a kés, ezután jön még egy csiszolás, csiszolóvásznos korongkal, utána egy polírozó korong, utána egy pasztás filc és utána egy ronykorong. És a képződő sorját a fenőkővel távolítjuk el. Tudnélik, ha rajta marad a sorja, az történik, hogy a vágásnál a sorja visszahajlik a késre, betakarja abba a pillanatban az élét, és nem tud vele vágni. El lehet vele vágni, de az nyiszatolás. És minden kés a látszattal ellentétben egy mikrofűrész. Na most ez a mikrofűrész úgy keletkezik, hogyha megfogjuk ezt a fenőkövet, meglehetősen rutinos mozdulatok kellene hozzá, körülbelül ilyen 12-14 fokos szögben kell húzni. Ebben a csukó mozdulatban rejlik a titok, és szembe kell húzni mindig, mert ha lefeladatolom, akkor sorját képzek. Ha szembe megyek a fenőkővel, akkor képezem ezt a mikrofűrészt.
Na most a történet a következő. Ha megvan ez a mikrohűrész, ez már elég régen élezett kés, de egy jó megélezett késnek tudnia kell azt, hogy tehát ez ennyi. És nem fentük 2 percig. Tehát ennek ilyennek kell lenni egy jó késnek. És ezt vékonyabb papírral is tudnia kell. Tehát jelzem, 14 éves korom óta foglalkozom vele, és most 72 éves vagyok, vagyis 57 éve forog a kezembe a fenőtől, történetesen beszélgetek vele, de akkor is megtenem úgy, hogy nem történik vele baleset. Na most ez közel nincs olyan minőségű, mint ez. Ez most egy tökéletesen használható kés, mert ez akár egy pecsenye szeletelés, akár egy kenyeret fölvágni nem okoz gondot. Bár az élegörve, ez már nem feküdne fel egy deszkára, tehát ennek a javítása ott kezdődne, hogy abszolút egyenesre kell csinálni az élét, visszaadni a bögyét és a hegyét, amire alkalmas, mint szükség lehet. És akkor kellő elevékonyítjuk, és utána jönnek ezek a csiszolások, és tehát akkor ez egy javítás történet, amit most elmondtam, engedelmetek kell leülök. Az új kés készítéshez ott történik, hogy az anyag kiválasztása. Miből akarok, milyen kést akarok, milyen célra. Egy vadászkésnek nyilvánvalóan más a formája. Valakinek láttam itt az oldalán, mint mondtad, hogy van egy kunkés, megnézhetnénk? Tehát a... Na kérem szépen. Ez a látszattal ellentétben, ez nem magyar motívum, ez török motívum. Na most a magyar és a kunkések az éppen fordítva működtek, tehát lefele volt az éle. Mégpedig a következő miatt. A harci kés egyúttal konyhai eszköz is volt, de a harci késnek meg kellett felelni ahhoz, ha történetesen hátulról így itt volt az éle, oda tette valakinek a nyakára, és ha történetesen hátba lőtték azt, aki a kés, a kizuhanó emberi test, tehát akkor is belevágott a nyakába. Erről lefele csúszik, ez pedig belehúz. Tehát az egyúttal konyhai eszköz is volt, és ez is harci eszköz is. Ez egy nagyon erős strapabíró kés, egyetlen hiányossága van számomra, hogy nincs markolatvédője, és ha húsnál dolgozó vagy véres a kés, az iszomlósá válhat. Tehát rácsúszhat a kezed a pengére. Ez egy nagyon erős szénacélkés. Azt is megmondom róla, hogy ez egy jó anyag, és jól van hőkezelve. Ezt elárulja rajta lévő revésedés, ami a hőkezelés után maradt. Ez egy kemény kés, egész innen megmondom, hogy az. Tehát, ismered a késed élét, tehát a tudod, hogy eddig milyen volt az élet. Tehát sajnos köszörülni nem tudjuk, hogy most csak a fenésre hagyatkozhatunk. Egy átlagos konyhakés, vagy egy kés fenéséhez körülbelül 150-200-as kő a jó, az annyit jelent, hogy 1 köbmilliméterbe 200 szemcse van. Tehát a finomabb élekhez már van olyan, amelyik 1 köbmilliméterbe 2000 van. Tehát ez is tudja már ezt. A 200-as szemcsével. Tehát ha nagyon finom élet akarsz, hogy borotválkozni, akkor arra vannak másik kövek. Tehát az a helyzet, hogy ez egy professzionális kövek, és ezek meglehetősen drágák is. Ez egy úgynevezett pala. Ez körülbelül 4000 szemcse finomságú. Ha rácseppentünk néhány csepp vizet, és rásívogatunk, csak egy pár cseppet kérek szépen. Ennyi. Feketévé válik, és ha meghúzod rajta az ujjat, megkérek valakit, hogy simítsa meg ezt a követ. Hát ez egy nagyon sima kő. Teljesen. Ezt azért hoztam magammal, mert a legkönnyebben hozzáférhető kő. Ez egy 400 forintos gránit kaszakő, amelyet bármelyik barkácsboltban megvásárolható. Egyetlen kívánalom, hogy a sarkát le kell csiszolni, mert ez belemetsze a késnek az élébe, és az oldalán ugyanúgy tudunk fenni vele, mint ahogy a szögletes kövön. Tehát a minősége hasonló, ez egy magyar gyártmányú 500 forintos kő, de haszna vehető.
Tehát azért mondom, hogy ha valakinek kell egy olcsó fenőkő, még mindig többet ér, mint ha egy haszna vehetetlen acéllal gyötri. Ez a kő, amit a kezemben tartok, ez az Amerikai Egyesült Államokból való, ez a Mississippi medréből való, ez az úgynevezett Mississippi kő, vagy Arkansas. Ez novakulit és kvarcit szemcsékből áll, és köb milliméterenként 2200 szemcsét tartalmaz. Hihetetlenül kemény, és hihetetlenül drága. Ez a kő 80 ezer forint. Ez orvosi műszerhez, vagy a manikűr ollókhoz használom. Az egyetlen hibája, amit tényleg használható, hogy első alkalommal, amikor kivettem a dobozából, ez kicsúszott a betonra, és ez lett a vége. Ez forpoházati anyag. Ennek viszont az a hátránya, hogy nincs struktúrája az anyagnak, ez szemcsékből áll. Eltörik. Törhet. Ez viszont a 60-62 Rockwell, mert mondanám, hogy az acélkeménységű Rockwell fogba mérjük. Ezen kívül van még két mérési forma, az egyik a másik a Brinnel, a harmadik pedig a Vickers. A Vickers az viszont azért nem tanácsolom, mert az törés teszt. Tehát ahol el kell törni az acélt, úgy méri az acélnak a szilárdsága. Most ha kontrollálni akarod a késed élét, akkor az a próba, hogy ráteszed a kezedre, így a körmedre, és próbáld oldalra kimozdítani. Ha meg tud csúszni, akkor baj van. Próbáld meg? És oldalra nyomd ki. Nem tudom. Nem. Abba a pillanatban bele kapaszkod. Te a bármedet adod el. A következő. Jó, te jobb kézzel csinálod a bal kezed. Nem mindegy. De ne az egyik. Adod a kezed. De nem mindegy. Megbízok benne. Jó, akkor mindjárt. Jézus, én is megbízok. Megyek kézhez állam. Én is megbízok. Az elejémről. Bérszerződés is lesz? Tessé? Nem gondolnám. De vízi. Kicsit vastag. Hát jó, vastag a szőröd. Nem, a vastag. A pörzső boci. Birkolló, hát nagy üzemér rajta. Hát ez nagy üzemér. Egyébként nem életlen, csak tényleg úgy van, hogy nagy üzemű. Széles az élet alapján. Erős él egyébként, nem sikerül ékeny. És ami a lényege, hogy mondanám a uraknak, hogy ez körülbelül ez a 10-12 fok, amiben tartani kell. És nem ezt így csinálom, hanem ha a kezem mozgását megfigyel, a csuklóm játszik. Úgy fogom meg, hogy itt van a mutató ujjam rajta, és ha vissza akarom fordítani, akkor ez a két ujjam tartja, akkor még ez a ujjam tartja ezt az élszöget. Hát nem tudom, hogy kinek mennyire sikerült segíteni ezzel a kis bemutatóval. Na ez már vékonyabb. Mert ez nem régén köszönhetünk. Akkor most próbáljuk köszönhetet, Misi. Lehet róla szó. Ez a lényeg, hogy a végére meg kell borotválni. A végére mehetsz a női körbe. Végére. Az arcán próbáljuk ki. Vagy ezt viszünk. Szabad? Ez... Hát nem tolok ki veled, nem. Ezt visszaszolgáltatom. Géza bácsi, miért kell megvizezni a fenőkövet? Azt kérdezik onnan hátulról. Segíti a siklás, hát ez is gyári és orszag. Ez nem lesz igazán éles, hiába fenő. Robi, hol a kiek? Betyár. Hát... Ez egy magyar pásztorkésnek a másolata, és ezt úgy hívják, hogy juhász maskora. Ez egy pásztorkés. A pásztorkések még kívánalom volt, hogy az eleje is széles legyen. Voltak ezek a keskeny rác és szalonnázó bicskák, amit nem nagyon szerettek a pásztorok, ugyanis a pásztor mindent ezzel csinált. Tehát ha deszkán vágta a hagymát, akkor is így vágta. És mindig a hegye kopott. Tehát tűszerűen kivékonyodott, tehát egy náder vagy egy pásztorbicskának az eleje mindig szélesebb volt a völgy, hogy ne legyen hamar vége a bicskának. Ez a debreceni késes cég csinálta, Náder Ignácnak a találmánya a forma. Nem nyúlok hozzá, mert olyan vastag, hogy én ezeket a kövekkel nem tudom fenni, ezt köszönülni kellene.
Mert ugye el kéne köszörülni ezt a második élszalagot, vagyis ezt a... Le kell venni róla. Ki kell hozni egészen élre, legyen egy vékony sorja, és a sorját eltávolítani a fenékből. Tessék. Lenne egy kérdésem, és ezt hol tudnánk megtalálni? Hova vihetjük a később? Szegléd, Ősz utca, egy szám alatt lakom, de mondok egy telefonszámot is hozzá, hogyha valakit érdekel, és ha valaki, valakinek olyan késztetése van, hogy szívesen foglalkozna vele, bárki szívesen látok közületek a műhelyem, nagyon szívesen elmagyarázom, megmutatom, hogy mit, hogyan kell csinálni, örülök, ha lesz, aki folytatja, ugyanis már megyébe 3-4-en vagyunk, aki még ezt a mesterséget űzi. Én boldogan segítek akárkinek, aki szívügyének tekinti a késkészítés, vagy a karbantartás. Kérdés, hogy a köveket tisztítani, karbantartani, cserélni. Szokás, ha ez a kő nagyon maszatos, akkor ezt a ultrás vízbe ki szoktuk főzni. Ez kerámia, tűri a hőt is, lúgot is. Főzni? De igen, ki kell főzni. Lúgos vízbe, utána kimossa az ember, és akkor gyönyörű piros. De hát ez még műhelyben nem tudod megóvni úgy a késedet, vagy a követet, hogy ne legyen maszatos. Ez könnyebb, mert ez nem szed magába semmit olyan sűrű. Igen, mert azt mondtam, hogy magát a szemcséket is el tudja tömíteni. Létezik olyan, hogy egy idő után eltömődnek ezek a... De a helyzet az, hogy ezeknél a köveknél legalább annyi szemcse ki is pörög, mint amennyi elhasználódik. Mert mutatok egy olyan gyengébb minőségű követ, ez körülbelül 3 éves, de ez a szabadkai piacról való. Tehát ez egy más, ez egy kicsit durvább, ezzel lehet élet venni, de ez közel nem az, aminek lenni kellene. Vásárlásra mire figyeljen az ember? Hát elsősorban, amit nem lát az ember, de ennek az a... Itt megfordítjuk, itt nem a késsel hadonászunk, olyan mindegy, hogy veletet csapjuk a kőhöz, vagy a követ a verétől, a végeredet ugyanaz. Ezt először egy durvább fennlapjóval lefenjük. Tehát a követ is nem kell olyan szögben tartanom. De azt miért ezt megfordítani most? Azért, mert ez borzasztó nagy a kés, hatalmas lendület kellene hozzá, ugyanaz történik, ha a követ mozdítom is. Tehát, hogy megfordul a semmi más. A csiszolókőnek nem kell mindig síkba lenni, tehát valami bele sok csiszolástól mondjuk van benne. Nincs jelentőség, nem találkozik az oldalával. De úgy értem, hogyha valamelyik kézszem kell felhúzni síkra, vagy ilyeneket. Nem, hanem egy kis vájat keletkezik azért, mert fenés közben. Nem, a kőben. Tehát magában a kőben, hogyha mondjuk van egy ilyen sík kő, és akkor itt belül sok fenéstől lesz benne. Ez így sík. És csak ezzel találkozik. Ez, az nem tehát baj, akkor az hibás fenés, az sem baj, nem. Van benne egy ilyen kis nem. Ki tiéd ez a? Most ezzel jársz? Igen. Ebből tipikus a krakadő dándi jut eszembe, hogy mi az bicska, ez bicska. Ennyire megérezted? Hát, mikor is csak, csak ennyire, mert ezt köszörülni kellene már. Csak ennyire, parancsol. Ez mi? Egyébként milyen kés? Ez francia bajonet, egyébként a németek gyártották, a franciák a második világháború alatt dolgoztak a németeknek. Persze nem szívességből kényszer, egy francia bajonet. És ez ki lehet csavarni. Igen. Na, ez jó. Ezt meg. Az emberek többsége abban a tévhitben él, hogy ennek az élezéséhez külön közölőkő kell, és külön fenőkő. Nem, a mozdulatban, abban, hogy olyan csinálja az ember, abban rejlik a titka. Akkor egy ilyen köszönőkő jobb, mint egy acél? Mindenképpen. Az acél ugyanis nem távolítja el ezeket a íveket róla, csak a forgó köszörűkő képes. Szóval, hogyha acélom van otthon, akkor jobban járok a köszörűkövet szerzek be. Egy idő után, egy ideig lehet használni az acélt, de amikor levastagszik, akkor már kénytelen az ember köszörülni. Tehát egy jó ideig elég az acélos fenés is. Ha az acél rendesen meg van húzagolva, tehát egy lekopott sima acél az nem fog élezni. Tehát csak az, amik ilyen hosszában meg van a húzagolás.
lehet, hogy jobb minőségű acélt most körülbelül 40 ezer forintért adnak. Mert száz, akkor minőségben az acél, akkor utána köszörűkő, és utána pedig az a vastag kő. Igen. Ugye? Mert kell egy finomabb él. Uh-huh. A élő anyagnál például egy birkának a harmatos fűjárata meg egy puhába köröm, más az acélnak a siklása is. Uh-huh. Tehát jobban kapaszkodik egy durva kő után, ez így meg siklik. Most tapintsa csak meg ezt az élet. Körbe lehet adni esetleg megnézni? Géza bácsi, hogy ezt is hoztam, tudod, amiről beszéltünk. Aha. Elvét is tudod, hogy ezt az hogyan kell kinéznie. Igen, igen. Csak azóta egy 20 megletem. Ez egy bonyolult szerkezet. Ha szembe vele nézel, akkor látsz egy ilyen íjas ívet. Ez egy íjas ívet. A másik ágnak ugyancsak. Na most... Elfelé távolodnak egymást. Erősen. Minél ívesebb, annál erősebb. De egy érdekesség még, hogy belülről is van egy íve. Tehát ha ezt az ollót ide teszem és összecsukom, szembe láthatja akár a kamera is, hogy egyetlen ponton érintkezik, ahol vág. Sem mögötte, sem előtte. Azon az egy ponton találkozik, ahol metsz, ahol vág. Tessék? Mert mondja, az övé is tudja. Nem, egy hajat kéne beáldozni, mert egy szakáll vége. Én hajat beáldoznám, de hát gyerekek. Úgyhogy más önként jelentkezőt kérünk. De biztos vagyok benne, hogy ezzel az ollóval így lehetne dolgozni. És mind a kettőt kell érezni. De melyik irányból? Tessék, mindig belül. Mindig átszani. Belül, kifelé. És ezt milyen finomságú kővel? Ennek elég ez. Mind akarunk elég. Csak ez a siklása meglegyen. Hoztam csak egy útirányt, hogy már sokan szerintem nem tudják. De azt kalapálni kell. Tudom, csak már ennek egy fenés irány, hogy merre kell, mert sokan nem tudják el. Föntről lefele. Miért úgy fogja most akart a követ? Tessék? Miért tetszik fogni akart a követ? Nem értem. Miért így tetszik fogni most akart a követ? Hát hogyan kell? Nem a kaszát ezzel a felével fenni, nem alapjával. Nem alapjával. Nem alapjával. Ezt egyébként kellene kalapálni? Hát ez igen, hogy mi? Ezt egy hétig. Bevigyem a rendelőtbe, Géza bácsi. És aki kívülről fel? És aki kívülről fel? Azt is lehet. Sőt, olyan is van, aki nyelén kalapál, de olyan is van, aki leveszi. Tehát ez ki hogy szokta meg most? Tapintsa meg legyen kettő? De kettőt húz rajta és borotva éles lesz. Hát én kettőt húzok a későn és nem lesz éles, csak még tompál. 12 sok embert. De Misi, nekem van 55 év forró. Ezt akarod 50 év. Misi, ezt kell megfizetni. Robi hozta a gyapjú. Géza bácsi, jött gyapjú. Ah, az a kamera előtt érdekes lesz, nyugodtan az asztalnál. Higgyük el, hogy vittem volna a Robi szakállát is. Tehát ha hegyivel csíppentesz, akkor ekkorát kell neki levágni. Minden részén vágnia kell az ollónak. Hát ez természetes. Hát, ha tépkeded a sörét a birkának, akkor fölrúg bennünket, nem? Aznak nem örül. Nem, de hát ha vastagabbat fogsz, azt is el kell, hogy vágja. Ha ekkorát fogsz meg, azt is le kell, hogy csípje. Mikroszkópi metszetet? Hát... Azt a tesszakállatból kéne próbálni. Hát ennyi. Nagyon durva éles. Tessék. És köszörülésnél mindkét pengét köszöröljük? Hát hogy ne? És egy oldalról, vagy két oldalról? Hogy képzünk neki élet? Hogy úgy képzünk neki élet, hogy ezt, az a baj, hogy ezt nagyon nehéz köszörülni, mert mindaddig, amíg köszörülöm, addig ezt össze kell szorítanom. És tartanom kell, kihúzom a belsejét, hogy ez az íve meglegyen. Amikor az teljesen tiszta, akkor a külsejét megpolírozom, megpolírozom a belsejét, az élszalagját itt ugyancsak lepolírozom, és akkor kap egy élszalagot. Azt képzi a sorját lefenem róla, és ha most neki tapintsak meg az élét. Most már élem. Igen. Tehát akar,
Ja? Összekihártasztam. Talán összeakasztanánk, akkor igen. Oda hát ennyi. Tehát elég összetett szakma, mert a személyzollót ugyanúgy meg kell tudnom köszönülni, mint az orvosi szikét, vagy ezt. Vagy lónyírót, hajnyírót, pedikűrös szerszámokat. És ennek mindegyiknek más a köszönési elve? Hát többnyire igen. Tehát egy orvosi ollót, egy laparoszkópos ollót, egy bélollót, vagy egy mandula ollót, azt egészen másként élezünk. És azt teljes biztonsággal kell tudni kezelni egy sebésznek, mert egy laparoszkópos ollónak van 40 centi szára, és egy 8 mm-es olló a végén, és van egy pisztolyfogás. Azt ledugják a lécsőn, és esetleg egy polipot lecsípnek belőle a lécsőn, vagy a nyelőcsőbe belegyúlnak vele. Na most, ha az ollót rosszul működik, becsíp valamit, és az nem működik, nem megy se előre, se hátra, akkor baj van. Tehát abszolút biztonság. Azt elmondtad, Géza bácsi, hogy hol lehet ezt megtanulni? Mert gondolom nem az iskolapadban. Hát az iskolapadban nem, gyakorlatot szerezhet az ember, szakmunkás bizonyítványt, vagy mestervizsgát. Már nem, 69-ben törölték a szakmai listára, elnézést. Egyetlen tolvonása, 614-es száma volt a szakma száma. Ezt a szakmát törölték, tehát nem tanulható. Hát az 6. Pál pápa volt, és 1968-ban ment hozzá a vászlói küldöttség. A mesterem beteg volt, a 3. éves tanuló volt nála, és a ceglédi római katolikus plébániának az egyik papja, dr. Sasvári József eljött, hogy a pápának vinne ez a püspöki küldöttség egy ilyen mini, ez a keresztelő csomagot, vagy mifelé, misszionárius gyűjtőt, amivel a legszükségesebb dolgok benne vannak. Tehát ott van egy keresztelő lepel, akkor ez a stóla, akkor egy keresztelőkehely, egy zsebkés, amire szüksége volt, meg a saját pohara, meg ilyen evőeszköz készlete, és abban egy szalonnázó kést. A mestere, ami beteg volt, úgy csináltam meg a kést, hogy felszaladgáltam mindig a lakásba, hogy elmondta, hogy akkor most ezt csináld meg rajta, azt csináld meg rajta, úgyhogy a Vatikáni Múzeumban van egy bicska. Géza, árult be őszintén, ez most sakterkés? Tessék? Ez sakterkés? Nem, de vesszük egyébként. De tőle elbírjuk. A másik, aminek igazán örültem, hogy 1996-ban volt egy lovas csapat, amelyik hazajött az Etel közből. Lehet, hogy vannak, akik tudnak róla. Volt egy magyar lovas csapat, aki Etel közből hazajött. Igen, én tudok róla. És a forrás alapítvány korhű fegyvereket kért. Tehát 2 darab szabját kellett csinálni, és azt a Nemzeti Múzeumban egy restaurátor a Károsi Szabjának a nyílrajzát, meg a pengének a rajzát idatta, 2 darab ilyen kardot csináltattak velem fél évvel előbb szóltak, és minden tagnak kellett csinálni egy ilyen oldalonviselhető kés, meg két ilyen kardot. Tehát csináltam 2 ilyen magyar szabját, a kard az egyenes, a szabja az meg íves. Megcsináltam ezt a magyar, a Károsi Szabjának a 2 darab másolatát. Az egyik Székesfehérváron van a Szent István Múzeumban, a másik meg Pesten a Nemzeti Múzeumban. És az expedíció Tokai Sándor nevű tagja hamarosan közösségi tagunk lesz, ugyanis Tiszakécskére harmónia tanyát most csinálják meg. Igen. Ha az emberben megvan a hajlandóság, vagy amiről az előbb beszéltük, hogy szereti valaki a szakmáját, akkor nagyon sok dolgot meg tud az ember oldani, hogyha úgy fordul a munkája felé. Akkor ezt nem is akarja abba hagyni? Nem. Amíg bírja, addig csinálja. Amíg bírom, addig csinálom a napokban. Hát elmondanám, hogy április 30-án is elvitt a mentő, május 30-án is ben voltam a kardiológiai őrzőbe. Kijöttem a kórházból, másnap már dolgoztam. Ameddig élek, addig dolgozom, és ameddig dolgozom, addig élek. Ennyi. Most 72 éves vagyok. Hát szeretem csinálni. Hát most nem szoktam öreg emberek ilyenkor már befektetni, én tavaly újítottam fel a műhelyemet, úgyhogy új patozat, kifestve minden, aztán hagyj menjen tovább, ameddig lehet.